A pollen szezonról, annak tüneteiről és kezeléséről kérdeztük dr. Erős Evelin gyógyszerészt. Elindult a pollen szezon, erről kérdezzük dr. Erős Evelin gyógyszerészt. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a pollen allergiáról, mik a főbb tünetei és mely évszakban melyek azok az allergia fajták, amelyre figyeljen egy allergiás? A pollen allergia az allergiának a leggyakoribb megjelenő formája. Azt érdemes róla tudni, hogy hazánkban három fő pollen szezon létezik. Van egy koratavaszi pollen szezon, ez jellemzően március-április környékén indul, és a mogyoróval, égerrel, illetve a kőrissel veszi kezdetét. Majd ezt követően késő tavasszal, illetve nyáron jellemzően a fűféléknek a virágzása az, ami ki tudja váltani a kellemetlen panaszokat. És van egy késő nyári, kora őszi pollen szezon, ekkor pedig a gyomnövényeknek a virágzása, jellemzően a parlagfű az, ami meg tudja nehezíteni az emberek életét. A leggyakoribb tüneteket orrtünetek néven tudjuk összefoglalni. Ezek közé sorolható az orrfolyás, az ordugulás, a nagyon gyakori tüsszögés, illetve az orrviszketés, de ezen túl előfordulhatnak elég gyakran még szemtünetek is. Viszkető, égő érzéssel jár ez együtt gyakori könnyezéssel, illetve a szemnek a bevörösödésével. Emellett még torokpanaszok is kísérhetik, torokkaparás, torokviszketés is nagyon gyakran jelentkezhet. Hogyha valaki ezeket a tüneteket észleli magán, akkor melyek azok a vizsgálatok, szűrővizsgálatok, amelyeken részt vehet, és kideríthető, hogy mire is allergiás? A legjobb vizsgálat erre, ami egyértelmű diagnózist tud adni, az az úgynevezett bőrpróba. Ekkor a feltételezett allergéneket belekarcolják az alkarbőrébe. Legjellemzőbben ezt az alkarbőrén végzik el, de előfordulhat, hogy a háton végzik. És akkor különböző allergéneket bejuttatnak ilyen módon a bőrbe, illetve felvisznek mellé egy pozitív, illetve negatív kontrolloldatot, és amennyiben ilyen szúnyogcsípéshez hasonló kis bőrpirosodás jelentkezik az adott allergénnel, akkor abból lehet tudni, hogy az adott illető az allergiás. Egyéb allergia erősítheti-e a pollenallergiásokat? Igen, előfordulhat a keresztallergiának is a jelensége. Ez nagyon gyakori egyébként pollenek, illetve különböző élelmiszerek esetében. Például egy tipikus ilyen példa erre a parlagfű, illetve a dinnyének a keresztallergiája. Milyen antibiotikumos kezelésekkel tudja gyógyítani vagy csökkenteni ezt az allergiás? Először úgynevezett antihisztamin tartalmú készítményeket szoktunk ajánlani a betegeknek, ugyanis amikor allergének jutnak a szervezetünkbe, bármilyen pollen esetében is ez történik, akkor úgynevezett hisztamin, illetve gyulladásos mediátorok szabadulnak fel a szervezetben, és ezekkel a készítményekkel ezeknek a hatását tudjuk meggátolni. Léteznek lokális kezelési stratégiák, amikor például egy szemcseppet alkalmazunk a kellemetlen szemtünetekre, léteznek különböző orrsprék, orrcseppek, amik kifejezetten a kellemetlen orrtüneteket tudják enyhíteni. Amikor azonban már több tünete jelentkezik a betegnek, akkor szoktuk javasolni a szájon át alkalmazott antihisztamin tartalmú gyógyszereket. Ezeknek is rengeteg típusa van, több generációkat tudunk elkülöníteni. Most már az újabb generációs hatóanyagtartalmú készítmények előtérbe kerültek, ezeknek lényegesen kedvezőbb a mellékhatás profilja, így nem álmosítanak már, mint a kezdetlegesen alkalmazott készítmények, így ezek napközben is biztonságosan alkalmazhatóak. Vannak olyanok, amiknek már gyorsabb a hatás kezdete, és hosszabb a hatástartamuk, tehát egész nap tudják biztosítani a kellemes közérzetet. Hogyha nincsenek ilyen erős panaszaink, tüneteink, akkor mik azok a gyógynövényes készítmények, amelyeket ajánlatok? A homeopátia területén is léteznek ilyen készítmények, bár ezeknek a hatásossága egyébként nem teljesen bizonyított, de vannak, akik mégis ragaszkodnak hozzá. Ezen a területen vannak
komplex készítmények is, például a korizália különböző gyógynövényeknek a hígításait tartalmazza, illetve van a hisztaminum gyógyszer, vagyis hát homeopátiás készítmény, ezt is gyakran szokták ilyenkor alkalmazni. Kezdő allergiás reakciókra milyen készítményeket is ajánlotok? Kezdetben, hogyha kevesebb tünete jelentkezik a betegnek, akkor általában a lokális kezeléseket szoktuk javasolni, tehát egy-egy orrcsepp, porspré alkalmazása, vagy hogyha szemproblémái vannak, akkor szemcseppeknek az alkalmazását szoktuk javasolni, és hogyha ezek nem enyhítik a panaszokat, akkor szoktunk áttérni a szájon átszedett készítményekre. Ezek komplexebbek, az allergia szinte összes tünetét képesek mérsékelni és csökkenteni. Egy allergiás milyen házi praktikákra is figyeljem? Nagyon egyszerű praktikák léteznek, amelyekkel kontrollálni tudjuk a panaszainkat, illetve mérsékelni az esetleges problémákat, panaszokat. Egyszerű dolgokra kell gondolni, például pollen szezonban érdemeset kicsit gyakrabban mosni a ruházatunkat, az ágyneműt otthon, érdemes a hajunkat is a megszokottnál gyakrabban mosni, illetve általánosságban elmondható, hogy nappali órákban, napközben magasabb a pollen koncentráció, így, hogyha megoldható, akkor kicsit kevesebbet tartózkodjunk a szabadban, ruháinkat se nagyon szárítsuk a szabad levegőn, és a szellőztetést is inkább esti órákban végezzük. A Kistelki Művészeti Iskola fúvós tanszakának növendékeit tekinthetik meg a következőkben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kistelki Alapfokú Művészeti Iskola fúvós tanszaka nevében, méghozzá Magyar Bálint és jómagam Cirok Zoltán tanszakának a növendékeit fogjuk hallgatni. Meghallgatjuk, hogy az elmúlt fél évben mit gyakoroltak, mit fejlődtek a gyerekek. Mindenki saját képességéhez, korosztályához, sőt a darab nehézségéhez képest készült 2, 3, 4, optimális esetben 5 darabbal. Ebből a mai napon kiválasztotta a vizsgabizottság azt a 2-3-at, amit el fognak a gyerekek játszani. Elsőként Farkas Fanni fog furuljázni nekünk, mint a legkisebb furuljások egyike. Ő 3 darabbal készült, és mind a 3-ot el is fogja játszani. Az első Éliás Tóbiás. Második műsorszáma Kodály olvasó gyakorlat. És már el is érkeztünk az utolsó műsorszámhoz, orosz népdalat fog eljátszani. Jöhet is a második tanuló, méghozzá Pálinkó Lilit kérem, hogy jöjjön a színpadra, és ugyanígy oda a színpad elejére álljon. Ő is hangszeres előképző első osztályos, egyébként az általános iskolában is első osztályos tanuló. Ővele is 3 darabbal készültünk. Első műsorszám a Lilinek, aki nem lép egyszer. Thank you.
műsorszáma, őnek is ugyanaz a tudályú olvasó gyakorlata, mint amit Fanni játszott. Azt mondja, hogy harmadik műsorszáma Borsót főztem című gyermek. Köszönjük, és a legfiatalabb korosztály ezzel végzett is. Most a második hangszeres előképzősök következnek. Ők 5 darabot tanultak meg, és ebből 3-at fognak eljátszani nekünk. Elsőként Süli Csillát kérem a színpadra, Furujával természetesen, és Német Parasztáncot fogjuk ketten eljátszani, mert ez 2 szólamú darab. Thank you.
sorszáma, hát reméljük, hogy ez már nem így lesz, de a dal szép lesz, Kubla Pejves Ferivel. Kistelki festőkör online kiállítást tartott a közösségek hete keretein belül. Ezt tekinthetik meg a következőkben.
Kistelki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, Kácsor Péter mutatta be az Egyesület pályázaton elnyert új gépjárművét és a hozzá tartozó felszereléseket. Egy pályázatnak köszönhetően egy új autóval és felszereléssel bővült a Kistelki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a vezetőjét, Kácsor Pétert kérdezem erről, köszöntelek. Hogyan is kapta meg ezt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és mik is ezek pontosan? Köszöntöm én is a Kistelek televízió nézőit. Igen, valóban egy pályázat keretein belül kaptuk ezt az autót. Egészen pontosan az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pályázott egy uniós pályázati forrásra, és ennek keretén belül különböző típusú, különböző felszereltségű gépjárművet kaptak önkéntes tűzoltó egyesületek szinte az egész országban. Itt Csongrád megyében úgy ítélte meg a szakma, hogy az erdőtűz, avartűz, nádastűz, de főleg erdőtűz elleni védekezés lenne kiemelten fontos egy olyan típusú gépjárművel, amelyik viszonylag könnyedebben mozog, könnyebb a súlya, B kategóriával vezethető, jó a terepképessége, és esetleg hatékonyan be tud segíteni a nehezebb, nagyobb, a speciális terepen kevésbé ügyesen mozgó klasszikus gépjárműfecskendők mellett, és így esett a választás erre a típusra, illetve erre a felszerelésre. Ezt mi nem tudtuk befolyásolni, tehát ez egy az egyben ugye az OKF-nek a pályázata, illetve az ő döntésük volt. Természetesen ez nem befolyásolja az örömünket, meg majd az autó későbbi használatóságát. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy Volkswagen Amarok típusú gépjármű, abból is terepjáró képességgel rendelkezik, egyébként egy 3000-es hathengeres dízelmotorral van ellátva, és egy 8 fokozatú automata váltóval. Ez így idáig még olyan, amit egyébként az ember meg tud venni gyakorlatilag bárhol egy márkakereskedésbe. Ami plusz az utastérben, hogy van benne egy rádió, egy mobil rádió, amivel a katasztrófavédelemmel tudunk majd forgalmazni. Szereltek bele tolatókamerát, illetve kaptunk egy úgynevezett eseményrögzítő kamerát pluszban előre, illetve a hátsó ülésen középen van egy fémtároló doboz, ahova különböző dokumentumok, papírok mellett esetleg a saját személyes dolgainkat, mobiltelefon, pénztárcát, stb. Tudunk majd bepakolni. Ebből következik, hogy egyébként az átalakítás miatt ez az autó már csak idézőjelben 4 személyes, tehát majd 4 személlyel fogjuk tudni használni, hogy az alapgépjármű az 5 személyes, de itt egyrészt a tömeg, másrészt meg nyilván a védőruha miatti nagyobb méretünk okán nem fogunk tudni majd csak 4-en menni, de ez szintén nem probléma. Így is ezzel együtt is örülünk ennek a gépjárműnek. Felszerelték meg különböztető fény- és hangjelzéssel, illetve egy 5 tonnás terbírású csörlővel az autó elején, még pluszban. És akkor ami az érdekesebb, hogy a hátsó része a gépjárműnek, nincs rajta az a klasszikus doboz, mint ami az ilyen pick-up típusú gépjárművökön szokott lenni. Ehelyett van egy kiúszható tálcán egy önindítós szivattyú. Ez a szivattyú csatlakozik egy 150 literes víztartályhoz, illetve még van külön egy kisebb kanna, aminek a segítségével akár majd habbal is lehet oltani bizonyos káreseteknél, és tartozik hozzá, ha jól emlékszem, egy 50 méter hosszúságú tömlő, egy dobra fölcsévélve, illetve ennek a végén egy sugárcső, aminek a segítségével majd ugye ki tudjuk juttatni a nagy nyomáson porlasztott vizet az égő ajnövényzethez, avartűzhöz, vagy egyáltalán a tűzre majd be tudunk avatkozni. És van 4 rozsdamentes acélból készült láda, doboz. Ezek pedig különböző, szintén tűzoltáshoz használható eszközöket tartalmaznak. Van 2 láncfűrész, különböző összecsavarozható nyelű kéziszerszámok, szikracsapó, lapát, ásó. Vannak puttonyfecskendők, a puttonyfecskendőt a hátunkra tudjuk fölvenni vízzel, és akkor a még kisebb füstölgő részeket, amik esetleg messzebb vannak, nem ér oda a tömlő, azokat tudjuk majd oltani. Fejsze,
kannák, pluszba még akár oltóvíznek, akár üzemanyagnak, vagy keveréknek a láncfűrészekhez, és tömlők, és egyéb olyan kisebb-nagyobb eszközök még, amik így teljességében, összességében azt eredményezik, hogy ezzel a gépjárművel önállóan be tudunk avatkozni, hogy a maximum 4 fővel, és elsődlegesen majd, ahogy a pályázatban is be lett állítva, erdőtüzekhez, avartüzekhez, kisebb lángalégű, de nagyobb kiterjedésű, nehezen megközelíthető terepen található szabadtéri tűzesetekhez tudunk majd vonulni. Ez a gépjármű így, ezeket így látva, például nem alkalmas egy épülettűz, vagy egy szalmabálák tüzének az oltásához, ahhoz ugye nagyon mennyiségű, komolyabb vízmennyiség, illetve hát igen, elsősorban komolyabb vízmennyiség kell. Itt ez nincs meg, viszont mindig el szoktam mondani, hogy nem kell attól megijedni, hogy ez csak 150 liter víz. Hozzáértő kezekben és hozzáértő módszerrel használva ezt, komoly, nagy kiterjedési tüzeket el lehet majd vele oltani, és még egyszer hozzáteszem, hogy főleg olyan területen, olyan terepen, ahova a nehezebb, nagyobb, esetleg összkerék meghajtással nem rendelkező klasszikus tűzoltógépjárművek nem fognak tudni bemenni. Számunkra talán a gépjármű legfontosabb része ez a kiúszható tárcán található szivattyú, ezzel a tömlődobbal, ugye feltekerve a tömlő, és akkor ezt csatlakoztatva a végén egy sugárcső, aminek így átfordítva a végét, a pisztoly részét tudunk majd szólcsugárral, illetve kötött sugárral is fogunk tudni majd oltani vele, és akkor erről a tömlőről viszonylag egyszerűen és gyorsan ezt a biztosítót kiakasztva tudjuk lehúzni a tömlőt, emlékeim szerint 50 méter hosszan, és egy valamilyen szinten, valamilyen fokig tűzálló bevonattal ellátva, úgyhogy nem fog gondot okozni, hogyha ez le van húzva, és esetleg még itt-ott pislákol majd a tűz. Az a jó benne, hogy ezt viszonylag könnyen akár egy fő is tudja majd kezelni. Ugyanezt a tűzolt autóról lehúzva azért már bonyolultabb egy embernek ezt a feladatot ellátni. Van egy külön habtartályunk, ebben habanyagot elhelyezve hozzá tudjuk keverni a vízsugárhoz, és akkor habosított sugárral is lehet majd oltani. Szerintem ezt ritkábban fogjuk használni. Ami fontos, hogy egy C átmérőjű tömlőt csatlakoztatva, úgynevezett C tömlőt csatlakoztatva tudjuk tölteni a tartályát, akár folyamatosan is. Simán lehet képzelni olyan szituációt, hogy a nagy tűzoltó autó nem tud bejönni egy területre, viszont az ő vizét C tömlővel erre a szivattyúra, illetve erre a víztartályra átcsatlakoztatva, mi erről egy nehezebben megközelíthető terepen oltunk, és akkor így biztosított lesz majd a vízutánpótlás is. Vannak egyébként a ládákban látható módon plusz kannáink, azokból tudunk még tartalékba oltóvizet majd vinni magunkkal a káresethez. Szóval ez az a láda, amit jó eséllyel a legtöbbet fogunk használni majd. Úgynevezett ciklacsapók találhatók benne, több darab. Ezt szoktuk szeretni használni. Ez arra jó, hogy viszonylag nagyobb felületen, ugye ez egy nyelet fogunk majd csatlakoztatni, csavaros, összecsukható nyelű nyeleket kaptunk, kialakítású megoldást kaptunk a ládákban, és akkor ezt a nyéllel, ugye ezzel csapkodjuk a tüzet, akkor sokkal nagyobb felületet, mint mondjuk egy klasszikus lapáttal, és könnyebb is fel dolgozni, mert azért a vaslapáttól ennek könnyebb a súlya. Ebből van több darab, plusz vannak szintén ilyen kinyitható fejű olyan speciális szerszámok, amiket én még nem is láttam, és nincsenek is rendszeresítve. Mindjárt mutatok abból is egyet. Például ez is egy számunkra új szerszám, úgynevezett McLeod gerebje. Ennek a felső része egy nem túl éles, de azért elvékonyított vágóél. Ezzel majd, gondolom én, még nem próbáltuk, tudunk akár ilyen sutnyót, vagy ilyen vékonyabb szárú növényeket szerintem elvágni, hogyha kell, illetve a másik fele egy gerebje kialakítású.
Ez szintén jó lehet például a nálunk itt jellemző homokos terület, és sokszor az a legjobb megoldás, hogyha homokkal fedjük le a még parázsló, pislákoló fatuskókat, ezzel szerintem egyszerűbb lesz egyébként majd ráhúzni a homokot. És akkor itt van ez az általam már említett, eddig még nem ismert eszköz, aminek az egyik fele egy, mint egy csákány, a másik fele pedig mint egy ásó, vagy kapa is akár, funkcióval használható. Hát erdőtűznél majd meglátjuk a mindennapi használatban. Így két funkciósként azt gondolom, hogy ki tudunk vele váltani mondjuk egy ásót és egy lapátot egyszerre. Egyelőre még többet nem tudok róla mondani, a rögzíthető csavar rögzítő van a végén, és akkor így lehet behajtani és összecsukni a két végét. Fejsze van még itt több, egy becsomagolva, élvédővel ellátva, és hát ugye ezek a csavaros kialakítású nyelek látszódnak. Több szikracsapót is kaptunk, csak vettünk ki a ládából. Nem fog kelleni egyszer ennyi majd, mert úgyis maximum 4-en fogunk tudni menni. A következő láda a fűrészes láda. Itt két különböző teljesítményű látszűrész található. A kisebbiket már, mind a kettőt ismerjük, mert van már ilyenünk. A kisebbik az egykezes. Ez nagyon jó, mert tényleg, ahogy a nevében benne van, egy kézzel használható. Esetek többségében elegendő is lesz ezzel a vágóéllel, illetve a láncvezetővel, ami ezen van. A nagyobbik, ugye nagyobb teljesítményű és hosszabb a láncvezetője, azt véletlenül ritkábban fogjuk tudni használni, ugye nagyobb törzsátmérőjű fa esetében az egy praktikusabb szerszám lesz majd, és kettő kézifűrész van, az egyik egy fa fűrész, a másik pedig egy fémvágó fűrész itt a dobozó oldalán még felhelyezve. Fűrészekből egyébként 4-et kaptunk, tehát kettőt. Azt gondolom, hogy egyszer elég lesz 2, de azért jó érzés, hogy van még tartalékszerszám is. A következő ládában viszonylag sok minden van, tehát a már említett vizes kanna, amit véletlenül majd vizes kannaként fogunk használni. Ezek ugye üzemanyag tárolására, illetve majd ebből tankolásra való kannák. Ugye külön van a keveréknek, illetve a benzinnek, illetve a lánckenőolajnak tartó rész rajta, ugye főleg a láncfűrészekhez, illetve majd a szivattyúhoz fogjuk tudni használni. Itt az már említett C-tömlő, amivel majd a szivattyúnak a tartályát fogjuk tudni táplálni. Tűzcsapkulcsok, kapocspárkulcsok, ezek szintén a tömlőket, illetve a tűzcsapot megnyitni, táplálni majd az autót róla. Ez egy föld alatti tűzcsapkulcs, ez egy föld feletti tűzcsapkulcs, és még van az a fém henger, ami rá lehet rögzíteni a sugárcsövünk végére, hogyha már korábban említettem, hogy tudunk habosított vízsugarat is produkálni, akkor ezt a habképzőt eszközt kell majd felraknunk a sugárcső végére, és akkor tudjuk fújni a habosított vízsugarat is, ha nagyisten például esetleg egy gépjárműnek a tüzét kell oltani. Ha időbe érünk oda, és még nincs olyan elterjedve, akkor ezekkel az eszközökkel simán el fogjuk tudni azt is oltani. Még további kannák találhatóak. Ezek a már említett puttonyfecskendők. Igazából ezt mint egy speciális hátizsákot kell elképzelni. Fölvesszük a hátunkra. Jól emlékszem, ezekben 16 liter víz fér, és ezekhez van egy ilyen kis kézi, mint a kis háti permetezőnek egy kis kézi pisztolya, és akkor azzal tudunk majd bemenni a még esetleg égő pislákoló területre, akár messzebb is, ugye, és akkor ezzel el tudjuk még locsolgatni, oltani a maradék tüzet. Ebből van összesen egyébként 5, még 2-t a szertárba betettünk. Itt az autón egyelőre 3 van, aminek szintén nagyon örülök. Egy
lámpa, egy ilyen kárhely megvilágító lámpa, ami az autó szivargyújtójáról üzemeltethető, 4 reflektor van rajta, fogunk tudni plusz fényt adni, hogyha a sötétben kell beavatkozni. Ennek az állványa látható, itt kaptunk maszkokat, itt a vírus helyzetre való tekintettel, illetve van egy, ha jól emlékszem, 50 méteres kötél, ami szintén majd jó lehet akár önmentéshez valamit rögzíteni, vagy nagyon sok olyan szituáció előfordulhat, hogy kötélre van szükségünk a kárhelyen. Ez sem volt még nekünk. Ezek közül, az eszközök közül nagyon sok olyan új tömlőnk talán volt, meg láncfűrészünk, de a kéziszerszámok, kannák, ilyen típusú lámpa, puttonyfecskendők, ezeknek kifejezetten örülök. Puttonyfecskendőt éppen most akartunk venni, de hál' Istennek, miután ezt kaptunk, így nem kellett, elmondhatom szerintem, hogy 75 ezer forint az ára, nem kellett saját vagy más pályázati forrásból erre külön fordítani pénzt, úgyhogy most el van látva az egyesület jó időre vele.